A párizsi olimpián, paralimpián versenyző pécsi sportolók és edzőik felkészítőik a közös képen. A Városháza dísztermében köszöntötték őket. Konkói Zsófia kiemelkedő teljesítményéért megkapta a Pro Civitate díjat. Abszolút meglepett, örültem neki, tényleg hálás vagyok minden miatt. Így fogadta az elismerést a paralimpikon bajnok, aki beszélt paralimpiai élményeiről is. Mindenképpen életre szóló élmény, ez volt a harmadik paralimpiám, és mind a három paralimpiám más és más volt. Rióban 14 éves voltam csak, de ott voltak nézők, úgyhogy ezt is megtapasztaltam valamennyire, nem tudtam annyira megélni. Tokióban jöttek az eredmények, viszont nem voltak nézők, most viszont ez a kettő így együtt páros volt, és ez tényleg nagyon különleges volt, családom, barátaim kint voltak, együtt szurkoltak nekem, úgyhogy ez nagyon jó volt. Párizsban izgalmas, szoros döntőket húzott, ezt is felidézte stábunknak. A 400 gyors az elképesztően nehéz volt, tényleg ott nagyon sokkal előttem volt az ausztrál lány, és onnan sikerült visszahozni. Meglepődtem én is, hogy ennyire bírtam, én meg ennyire nem bírtam, úgyhogy ez jól jött ki a 200 vegyesen, meg számítottam arra, hogy ennyire szoros lesz a spanyol lányal a verseny, de örültem neki, hogy végül én jöttem ki elsőnek. Pécs polgármestere és edzője köszöntötte Párizs pécsi hőseit. Büszkék vagyunk mindannyian, teljes város közössége nevében nagyon nagy szívvel adtuk át azokat az okleveleket a sikeres pécsi olimpiai és paralimpiai sportolóinknak, akik eredménnyel szerepeltek kint, és az edzőiknek is, hiszen hála annak a közös erőfeszítésnek, ami elérhette azt, vagy ami eredményezte azt, hogy ma ez a pécsi közösség ilyen nagyszámú és ilyen fontosságú eredményeket ért haza. Konkói Zsófiát külön is díjazták, ami egyöntetű döntés volt a pécsi közgyűlés részéről. Azt gondoltuk, hogy ezekkel az oklevelekkel kifejezzük a hálánkat minden olimpikonunknak, paralimpikonunknak, de Konkói Zsófi kapcsán a pécsi közgyűlés úgy döntött, hát azt gondolom, hogy olyan sport történeti eredménnyel jött haza Párizsból, hogy ez a minimum, hogy Pécs közösségének ki kell fejezni a háláját, és ő ezért egy Pro Civitate díjjal gazdagodott, ha mondhatom ezt, egyöntetű támogatással, hiszen két arannyal és egy ezüstéremmel hazatérni párizsi olimpiáról, azt gondolom, hogy bármilyen ország, bármely városának óriási érdem. Az ünnepségen minden politikai oldal képviselője gratulált az olimpikonoknak, paralimpikonoknak. A sportolók most megérdemelt pihenésüket töltik, majd újra edzésbe állnak, hogy felkészüljenek a következő versenyekre.